Adózás. Nem lesz adóemelés, biztosította a lakosságot Márcsil Csolákú miniszterelnök egy a kis és közepes vállalkozóknak szervezett szakmai rendezvényen. Európai Parlament. Újra választották ma az EP elnökévé Roberta Metsolát. Alakuló ülését a júniusi választások nyomán létrejött Európai Parlament Strasbourgban tartotta meg. Kánikula. Kamionstoppot rendeltek el több erdélyi megyében is. A 12 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek a vörös hőség riadó idején 11 és 19 óra között nem közlekedhetnek autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Kezdjük a híradót, köszöntöm Önöket! Nem emeli meg az általános forgalmi adót a kormány a jövőben, mi több más nemű adóemelésekre sem kell számítani. Erről biztosított Márcsil Csolákú miniszterelnök egy a kis és közepes vállalkozóknak szervezett szakmai rendezvényen. Számos hír röppent fel az elmúlt hetekben arról, hogy az idei parlamenti és államfőválasztások után 2025-től adóemeléseket helyezett kilátásba a kormány. Egyes források arról beszéltek, hogy az áfát emelné meg a kabinet, hogy kordában tartsa az ország makrogazdaságát. Több szakértő is közölte, szinte elkerülhetetlen az adóemelés, olyannyira nagy a költségvetési hiány. Márcsil Csolákú miniszterelnök kedden egy szakmai rendezvényen határozottan cáfolta ezt. Hallom folyamatosan, hogy meg akarjuk emelni az áfát. Ezt teljesen kizárt, fogalmazott a kormányfő. Romániának építkeznie kell az elkövetkező 4 évben, de ez nem jelenti azt, hogy adóemelések lesznek, mert csak egy beszűkült elmenővelhet adókat és illetékeket egy olyan időszakban, amikor gazdasági növekedés tapasztalható. Európai szinten pedig még törékenynek számít a makrogazdasági helyzet. Vannak ugyanis még Romániánál fejlettebb országok is, ahol nincs gazdasági növekedés az első 2/4 évben. Hozzátette, a gazdasági helyzet javítása nem az adóemelése, hanem a digitalizáláson, illetve az adócsalás visszaszorításán múlik. A világ legnagyobb IT cégeinek képviselőivel tárgyaltam, hogy megvalósítsuk az adóügyek digitalizálását, közölte Csolákú, hozzátéve, hogy idejét múlt már az a megközelítés, amelynek alapján az adóellenőrök csak úgy betértek egy-egy boltba és ellenőrzésbe kezdtek. Kockázati ellenőrzést kell végezni az adóhivatal szintjén, ezt pedig a mesterséges intelligencia bevonásával kell megvalósítani, mint minden fejlett országban, fogalmazott a miniszterelnök. Újra választották ma az Európai Parlament elnökévé Roberta Metsolát, azt követően, hogy Strasbourgban megalakult a 10. Európai Parlament. A képviselők a péntekig tartó plenáris ülésszak során döntenek arról is, Ursula von der Leyent bízzák-e meg ismételten az Európai Bizottság elnöki tisztségével. Strasbourgban tartotta meg kedden alakuló ülését a júniusi választások nyomán létrejött Európai Parlament. Az új uniós törvényhozás péntekig tartó első plenáris ülésre megnyitóját követően titkos szavazással megválasztották az Európai Parlament új elnökét. A tisztségre a néppárti Roberta Metsola tisztségben lévő EP elnök, illetve Irene Montero pályázott a baloldal képviselőcsoport részéről. Roberta Metsola óriási fölénnyel győzött. A 623 érvényes szavazat közül 572-t szerzett meg, ellenfele 61 voksával szemben. Így a következő 2,5 évben is az Európai Néppárt máltai képviselője, Roberta Metsola lesz az EP elnöke. Eredményhirdetést követő beszédében elmondta, az új parlament minden európainak a háza marad, együtt a remény politikájáért kell kiállniuk, az európai álomért, az egyelőre be nem váltott ígéretekért. Ours must become a Europe that is accessible to all. Európának mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie, olyannak, amelyről mindenki úgy érzi, nem csak részese, de tulajdonosa is. Társadalmaink polarizációja politikai erőszakot is eredményezett. Felül kell kerekednünk az embereket kizáró, egymástól eltaszító gondolkodásmódon, amely remények és hitek helyett dühöt és gyűlöletet szül. Az ilyen könnyű politikák kényelme nem kínál valós megoldásokat. Ez az a ház, mely éppen ellenkezőleg építeni akar pusztítás helyett, nem fél a nehezebb utat választani, és képes megtalálni, illetve használni hangját a közös jó érdekében. A képviselők az ülésszak során megválasztják a 14 EP alelnököt, majd csütörtökön döntenek az Európai Bizottsági elnök személyéről. A tisztségre június végi ülésén az Európai Tanács Ursula von der Leyent javasolta. A jelenlegi EP elnöknek a 720 szavazatból 361-re lesz szüksége ahhoz, hogy megszerezze második mandátumát a végrehajtó testület élén.
Július 1-től kezdődően elektronikus formában figyelmeztetik az állampolgárokat a járművezetői jogosítvány érvényességének lejártáról. Az új elektronikus szolgáltatás részeként kétszer küldenek emlékeztető üzenetet a jogosítvánnyal rendelkezőknek. Értesítik a lakosságot a gépjárművezetői engedély lejáratáról SMS-ben és e-mailben is, tájékoztatott a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal. A gépjármű nyilvántartási szolgáltatások digitalizálását prioritásként kezeli a belügyi tárca, ezért tartották szükségszerűnek a szolgáltatás bevezetését, amelyet e hónap elejétől alkalmaznak. A jogosítvánnyal rendelkezőknek két alkalommal küldenek emlékeztető üzenetet. A szolgáltatáson keresztül SMS-ben és e-mailben küldünk tájékoztató üzeneteket az alábbiak szerint. 30 nappal a jogosítvány lejárta előtt és egy nappal a jogosítvány lejárta után, amennyiben nem kérvényezte időközben az új jogosítvány kibocsátását. Az üzenet az érvényben lévő jogosítványra vonatkozó információkat tartalmazza, a jogosítvány sorozatszámát, valamint az érvényesség határidejét, emellett pedig az online ügyintézéshez szükséges linket. Az új okirat kérvényezéséhez szükség van a személyazonossági igazolványra, a régi jogosítványra, egy orvosi bizonylatra és a jogosítvány kibocsátásához szükséges 89 lej befizetéséről szóló bizonylatra. Az új dokumentum kibocsátásához előre kell időpontot foglalni a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó hivatalnál. Az elmúlt időszak legkeményebb napjait tudhatják maguk mögött a szatmári tűzoltók. Több mint 100-an küzdöttek 28 órán keresztül azon, hogy eloltsák a tüzet Szatmár Németi egyik lakótelepén, amely egy szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó vállalat telepén ütött ki. A tüzet feltehetőleg cigarettázás okozhatta. Éjjel-nappal locsolták a hatalmas mennyiségű papír, kötegekbe összefogott karton és az olvadó műanyag hulladékot a tűzoltók Szatmár Németi 15-ös lakónegyedében. A tűzoltóságot csütörtökön délután 3-kor értesítették a dolgozók, miután már látták, hogy a poroltókkal nem tudják megfékezni a lángra lobbant hulladékot. A tűz pillanatok alatt átterjedt a másik raktára, majd az udvaron tárolt hatalmas mennyiségű hulladékra is. Mára már elcsendesedett a környék, és csak a maradványai látszanak a tűznek. A hétvégén elkészült a tűzoltóság jelentése is, amelyből kiderült, hogy a tüzet valószínűsíthetően hőhatás okozta, és pedig az, hogy nem a kijelölt helyen cigarettáztak. A felelőtlenség ennél sokkal nagyobb szerencsétlenséget is okozhatott volna, ha nem teljesítenek ilyen hősiesen a tűzoltók. Ugyanis, ahogy itt is látszik, a raktártól 2-3 méterre lakóházak találhatóak közvetlenül mellette. A másik oldalon fafeldolgozó üzem. Az itt látható épületek hátánál a hulladéktól 1-2 méterre pedig a vállalat üzemanyag tartályai, tehát robbanás veszély is fennállt. A veszélyt 28 óra feszített munkatempó alatt tudta megfékezni a bevetésben résztvevő több mint 100 tűzoltó, de miután kivonultak, utána is folyamatosan biztosította egy csapat a helyszínt, hogy kizárják az újragyulladás lehetőségét. Markológépekkel átforgatták és átlocsolták az összes hulladékot, hiszen a belülről még izzó kötegek néha lángra lobbantak. A rendkívüli hőség miatt további megyékre is kiterjesztette a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság a kamionstopot. A 12 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek a vörös hőségriadó idején 11 és 19 óra között nem közlekedhetnek autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Az erdélyi megyékre is kiterjesztette a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság a kamionstoppot. A vörös hőségriadó alatt álló megyékben nappal 11 és 19 óra között korlátozzák a 12 tonnánál nagyobb ösztömegű gépjárművek forgalmát. Az említett időintervallumban további 6 megyére, Kolozs, Szilágy, Brassó, Szeben, Kovászna és Maros megyékre is érvényes a korlátozás. Elekes Róbert, a Brassó megyei regionális út és hídügyi igazgatóság szóvivője szerint biztonsági okokból hozták meg ezt a döntést. Ezekben a nagyon nagy hőmérsékletekben fennáll annak az esélye, hogy a nagyon nehéz járművek ugye gyakorlatilag szétnyomják az aszfalt réteget az úton, és ezért napközben, amikor a legnagyobb meleg van 11 óra és délutáni órák között, letiltjuk ezeket a járműveket, pont azért, hogy megóvjuk az útburkolatot, elnézésüket kérjük,
és megértésüket kérjük. Azt is elmondta, hogy más európai országokban is hasonló intézkedéseket hoztak. A tehergépjárművezetők számára pedig azt javasolják, hogy úgy tervezzék az útjukat, hogy inkább éjszaka haladjanak, amikor a hőmérséklet elviselhetőbb, így a komfortérzetük is nagyobb, illetve kevésbé rongálódik az útburkolat. Azt is hozzátette, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében néhány jármű mentesül a tilalom alól. Ide sorolhatóak a személyszállító gépjárművek, az élő állatokat vagy romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegélynyújtó felszereléseket, palackozott ivóvizet, üzemanyagot szállító járművek, mezőgazdasági termékeket szállító és sérült járműveket vontató gépkocsik, különféle sürgősségi beavatkozásban résztvevő járművek, nemzetközi gyakorlatok, résztvevő katonai szállítmányok, valamint az útügy saját, illetve bérelt munkagépei. Súlyosbodott a szárazság az elmúlt hetekben tomboló hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy bánjunk felelősségteljesen az ivóvízzel. Néhány településen már korlátozták a vízellátást. Továbbra is kitart a kánikula. Éppen emiatt a Gyergyószentmiklósi hővíz és csatorna szolgáltató közmű ügyvezető igazgatója figyelmezteti a városlakókat. A kánikula sújtotta területeken a napokban drasztikusan megnőhet a vízigény, éppen ezért arra kérik az érintetteket, hogy ahol lehet takarékoskodjanak a vízzel, hiszen a vízellátó rendszer a szokásosnál gyorsabban ürül a nagy igénybevétel miatt. Vörös riasztási kód lesz érvénybe itt nálunk is, a Székelyföldön is, tehát én kötelességemnek érzem, hogy ezúton is felhívjam a kedves városlakók figyelmét, hogy az öntözést, az öldövezetek öntözését mérsékeljék, vagy hanyagolják, amennyiben lehet, mert jelen pillanatban nincsenek még vízgondok Gyergyószentmiklóson, de ha ez így megy tovább, akkor lehetnek. Azt is hozzátette, hogy az öntözésre egyéb lehetőségek is vannak, mint például a patakok vagy a furtkutak vizei. Kiemelte, hogy a vízre szüksége van úgy a növényeknek, mint az állatoknak. Arra kérik a lakosságot, hogy állítsanak fel egy prioritási listát, ahol pedig lehet, ott takarékoskodjanak az ivóvízzel. A világ minden tájáról érkeztek zenészek és utcai művészek a Szatmárnémeti utcazene fesztiválra. A rendezvény idén lett 10 éves. Zeneszó hallatszott a Szél Rózsa minden irányából Szatmárnémeti központjában. A nemrég megújult tereket zenészek és artisták foglalták el, igazi nagyvárosi hangulatot varázsolva a párciumi településen. Az utcazene fesztivált az országban elsőként Szatmárnémetiben szervezték meg helyi fiatalok, majd a polgármesteri hivatal, az Ámfireszkó Kulturális Központ és a Szatmári Fiatalokért Egyesület partnerségének köszönhetően igazi nemzetközi eseményé nőtte ki magát. Az elmúlt 10 évben a pandémiás év kivételével minden évben meg tudtuk szervezni, és azt hiszem, hogy minden évben hoztunk valami újdonságot, és a szatmári közösség nagyon szereti ezt a fesztivált. Amit mi szeretnénk a következő időszakban is, 2 dolgot, szórakozást a szatmáriaknak és hírnevet ennek a városnak. Idén 12 különböző országból érkeztek előadók és művészek, Argentinától kezdve Észtországon át Ausztráliáig, hogy produkcióikkal elkápráztassák az utcazene kedvelőket. Másodszor vagyunk itt, idén még jobban érezzük magunkat. Látjuk, hogy megújult a város, csodálatos, és boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. A Szatmárnémeti utcazene fesztiválra évről évre egyre többen kíváncsiak, és nem csak a térségből látogatják az ingyenes produkciókat, hanem ilyenkor sok turista is érkezik a párciumi városba, hogy részese legyen az ország egyik legszínesebb rendezvényének. Teljes gőzzel zajlik a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál. A július 21-ig tartó népszerű rendezvény több helyszínen koncertekkel, szakmai előadásokkal, reneszánsz gyermeknappal várja a zenére vágyókat. Sebestyén Márta és Andrejszky Judit fellépésével zárult a 41. Csíkszeredai Régi Zenefesztivál megnyitója és első napja. A rendezvényt 1980-ban szervezték meg első alkalommal, azóta egyre bővül, színesedik a repertoár. Időben is, térben is gazdagodik a fesztivál évről évre, tehát most
többen is, például a Kódex már 19. századi muzsikát játszik, a mi műsorunkban is volt, sok népzenei áthallás többek közt most Sebestyén Mártékéban, tehát hogy mindenki keresi még a kapcsoló elemeket, de keleti zene felé is sokféle nyitás volt, a kortárs komoly zene felé néhány éve már több ilyen kísérlet. A fiatalok most ebben nőnek bele, az új, dinamikusabb régi zenélésbe, ami túlmutat azon az eredetileg kitalált historikus rétegen. A Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál népszerűsége töretlen. Úgy a koncertek, mint a szakmai beszélgetések, vagy a reneszánsz gyermeknap programjai sok érdeklődőt vonzanak. Mindig megtelik az a tér, ahová a régi zene fesztivál koncertjeit szervezzük. Legyen az a Csiki játékszín, vagy a Szent Ágoston templom, vagy egy kisebb, késő esti koncertnek a helyszíne. Mindig megtelik, és egy nagyon értő és érdeklődő közönség kíséri figyelemmel a fesztivált. A Hargita megyei kulturális központ által szervezett fesztivál keretében szombaton, július 20-án lesz a reneszánsz gyermeknap, a hét folyamán pedig különböző helyszíneken erdélyi, magyarországi és európai zenészek koncertjeire várják a hallgatóságot. A szilágysági Debrecen község Kisdoba és Nagydoba közös határánál gyülekezeti házat adtak át, az eseményre a Dobai falunapon került sor. A szilágysági Debrecen községben Dobai falunapot rendeztek, amely hálaadó istentisztelettel vette kezdetét. Bogdán Szabolcs János református püspök igehirdetésében kiemelte, a Kisdoba és Nagydoba találkozásánál lévő új épület az összetartozást jelképezi. 10 esztendővel ezelőtt kezdődött el ennek a közösségi háznak, gyülekezeti központnak az építkezése, amely azt a célt szolgálja, hogy a két dobai gyülekezet egy közös istentiszteleti helyen gyűlhet egybe a téli időszakokban. Itt tartjuk a bibliórákat, itt tartjuk a vallásórákat, KT-órákat, és a téli időszakban itt van, közösen tartjuk az istentiszteleteket, ide jönnek a nagydobaiak is, a kisdobaiak is istentiszteletre. Seres Dénes parlamenti képviselő az ünnepségen elmondta, 10 éve jelen volt az alapkőletételnél és az azt megelőző tervezgetésnél is. Akkor megfogadták, elkezdik a munkálatokat, és majd az Isten megsegíti őket, és lám sikerült, fogalmazott. Az ünnepi beszédek után Kádár Tamás zilahi esperes megáldotta a gyülekezeti házat, és leleplezték a falán lévő emléktáblát. Ez a falunap alkalmával még egy furt ártézi kútat készítettünk a falunak. Ez volt a nagy igény, hogy víz legyen, egy éltető víz. Hát hál' Istennek elkészült, és csak azt kívánom, hogy használják sokáig. A délutáni kulturális műsor keretében a helybéli gyermekek és a magyarországi Tabdi amatőr színjátszó csoport léptek fel. Az idei falunap bállal és tűzijátékkal zárult. Jobb pályán jelszóval kezdődik hamarosan a 33. tusványos. A július 23-a és 28-a között zajló rendezvényre idén is számos magyarországi és erdélyi politikust várnak. A szervező Pro-Minoritáti Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács 6 nap alatt 34 helyszínen közel 1000 előadót sorakoztat fel. A szokásokhoz hűen idén is Tusnádfürdőn lesz Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, akinek a beszédén való részvétel a tavalyhoz hasonlóan idén is regisztrációhoz kötött lesz. Július 23-28 között Tusnádfürdőn zajlik a 33. tusványos. A tábor területén levő 34 helyszínen közel 1000 előadó is meghívott tart előadást és válaszol a résztvevők kérdéseire. Emellett esténként a nagy színpadon, a MIT színpadon és a Kríza János csűrben koncertek, táncházak, bulik várják a szórakozni vágyókat. Idén először külön lesz sátor a sajtónak a sajtóról, ismertették a szervezők. A Csenger István sátor az a sátor, amelyik sajtóval kapcsolatos témákkal fog foglalkozni, különböző előadásokra kerül sor, itt komolyabb beszélgetések lesznek, illetve lesz egy olyan sajtóhoz köthető helyszín, amit egy helyi rádió fog működtetni, ahol különböző szórakoztató programokkal várjuk az érdeklődőket.
A tematikát tekintve négy nagyobb csoportba sorolhatók a beszélgetések, előadások. A szokásos aktuális kérdéseket, úgy mint lezajlott és közelgő választások, Magyarország EU-s elnöksége és mások mellett a közeli ukrajnai háború és az izraeli-palesztin konfliktus hatásait is ellemzik, de szóba kerülnek ezek gazdasági hatásai is. Az előző évekhez képest hangsúlyosabban megjelenik a klímaváltozás kérdése is. Az idei tusványos programjában a legnagyobb hangsúllyal vannak jelen ezek az előadások az elmúlt évekhez képest, tehát minden, ami klímaváltozás, zöld átállás, energiahatékonyság, fenntarthatóság, dekarbonizáció, ezekről több beszélgetés zajlik szakavatott elemzők, kutatók, kormányzati szereplők részvételével. Délután 16 óráig ingyenesen látogatható a tusványos, a koncertekre napi egyel vagy bérlettel lehet bejutni. Ezek a tusványos.ro oldalon váltható ki, ugyanitt érhető el a tábor programja is. Új edző a Székelyudvarhelyi FC-nél, sporttal folytatjuk. Új vezetőedzővel, Demény Norberttel vág neki a labdarúgó harmadik ligának a Székelyudvarhelyi FC a 2024-2025-ös idényben. Az udvarhelyi csapat volt játékosa, korábban már segítette a klubot edzőként, most viszont hosszabb távra szavaztak bizalmat neki. A Székelyudvarhelyi FC nem sokára elkezdi a felkészülést a labdarúgó harmadik liga új idényére. A csapat a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a 2024-2025-ös idényben Demény Norbert, az előző szezonban az FK Csíkszereda tartalékcsapatát irányító vezetőedző lesz, a Székelyudvarhelyi FC vezetőedzője. Demény a klubot másfél idényen át irányító, brassói származású Lucián Nicolaou helyét veszi át. Kifejtette, mindig jó érzés hazatérni, munkája során pedig arra fog összpontosítani, hogy a legjobbat hozza ki a csapatból. Ugye minden klubnál, minden futballközegben ugye megvan az arra hivatott állapot, ami nehéz túlnyúlni, vagy ugye fából vaskarikát csinálni, de értelem, hogy mi magunk a legjobbat szeretnénk kihozni, úgy a klub is. Viszont ugye azon a szinten, amit tud képviselni ez a közösség. Hozzátette, hétfőn kezdik el a felkészülést, július végén pedig már kupameccset is játszanak. A Székelyudvarhelyi FC legutóbb a harmadik liga 5. helyén végzett a bajnokságban, 10 ponttal megelőzve a Kézdivásárhelyi csapatot. Itt ér véget a híradó, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, minden jót kívánok! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.